Hagyomány már Nyíregyházán, hogy minden évben megrendezik a Szépkorúak sporttalálkozóját, rendszeresen több százan vesznek részt az eseményen, melyen a város nyugdíjas intézményei is képviseltetik magukat. Az elmúlt két évben viszont a járvány miatt elmaradt az esemény, idén viszont június elején ismét megtarthatják, nevezni június 1-jéig lehet. 11 sportágba rendezzük a tornát, hiszen most a stadionból el kellett költöznünk, de viszont egy gyönyörű új helyszínre kerül át a rendezvény, az atlétikai centrumba, és itt is 11 sportágban. Itt most kimarad a teke és a kosárlabda, de viszont az atlétikai számok meg lesznek itt is különböző korosztályokban, 55-65 évig és 65 felett, viszont lesz női-férfi asztali tenisz, és lesz egy profi asztali tenisz is, de az 55 betöltött év az kötelező. Lesz ultiverseny, kislabdadobás, amiben a legtöbben neveznek általában, és lesz játékos ügyességi sorverseny. Most viszont nagyon sokan megtekinthetik majd ezt a csodálatos gyöngyszemet, az atlétikai centrumunkat, hiszen nagyon sokan ezt még nem is látták. Hetedik alkalommal rendezik majd meg a sporteseményt, melynek Nyíregyháza polgármestere a fővédnöke. A verseny június 9-én 10 órakor kezdődik, és egy kis ebéddel zárul a sportolás után. Az atlétikai centrum a Tiszavas-Merjúti felüljáró után balra fordulva, illetve a 17-es autóbusszal közelíthető meg.